Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható december hónapban az ikrek jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a kivetésnél. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást. A díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, ez a férfi itt alul jelenti a férfiakat, vagy a te társadat. A fejed fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt láthatóak a gondolatok. A halak jelentik az anyagiakat, a pénzügyi dolgokat. Itt a könyv, a tudást, a tanulást, de jelentheti a zárkózottságot is, például, hogy ne beszélj túl sokat az anyagiakról, vagy a pénzügyi helyzetedről, különösen, ami a barátokat, ismerősöket illeti. Vagy azt is jelenthetik a kártyák, hogy te úgy gondolod, hogy a baráti körben valaki eltitkol előled valamit. Ha te egy férfi vagy, akkor ezek a kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt szerelemről van szó. Egyrészt megvan itt a szerencse, meg egy jó hír, a könnyűség, a kommunikáció, de itt valami még átláthatatlan. Lehet, hogy a múltban voltak problémák, nehézségek, és itt a korpács azt jelenti, hogy valami fáj neked. Jelentheti azt, hogy a társnőd megbántott téged, és te most visszahúzódó vagy, mert megsértődtél. Az is lehet, hogy te bántottad meg őt, és most van lelkiismeret furdalásod, szeretnéd valahogy jóvá tenni a dolgokat. Ez lehet, ez a levél, a virágcsokor jelenthet egy kellemes meglepetést, egy meghívást, vagy egy ajándékot is. Lesz egy szerencsés fordulat, mert itt láthatóak a változások és a szerencse, tehát a nehézségek, vagy ezek a fájdalmas emlékek elmúlnak. Ha te egy férfi vagy, vagy ez a férfi jelentheti a hölgyeknél a lelki társat, ezekkel a kártyákkal van egy vonalban. Itt szerelemről van szó. Ez a felhő jelenti azt, hogy valami még átláthatatlan, vagy jelenti az időt, mégpedig fél évet, hogy fél évvel ezelőtt voltak itt problémák, nézeteltérések, viták. Te egy vonalban vagy a virágcsokorral, az jelenti azt, hogy várható, hogy lesz egy kellemes meglepetés, egy jó hír, vagy te tervezed azt, hogy ezt a hölgyet megajándékozod valamivel. Azt is jelentheti a virágcsokor, hogy valamit megszépítesz a környezetedben. Te ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy. Itt a korbács és a medve jelenti azt, hogy valaki megbántott téged, ez rabolja az élet erődet, vagy ez a medve lehet az apukád vagy a főnököd is, hogy ott is vannak nézeteltérések, de lesz itt egy szerencsés fordulat, és a kutya az jelenti a barátságokat, vagy valaki olyan barátilag közeledik hozzád és segít neked. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. A könyvek utalhatnak tudásra, tanulásra, a fa jelenthet egészségügyi témákat, lehet, hogy itt lesz egy továbbképzés. A könyvek jelenthetik a zárkózottságokat, vagy a titkokat is. És itt ez a hegy, lehet ugyan egy hegyvidék is,
de jelentheti a problémákat és a gondokat, ami betegít téged. Valahogy keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet a munka, a hivatás, lehet az otthonod is. De a környezetedben megjelenik ez a kígyó. És te ezzel a kígyóval is egy vonalban vagy. A kígyó jelenthet egészségügyi témákat, itt a munka, a hivatás. Előfordulhat, hogy ezen a területen dolgozol. De a kígyó jelenthet egy nőt is, és itt vannak a gondok, a problémák, hogy a munkahelyeden van egy nő, aki megnehezíti a helyzetedet. De legyen meg a bizalmad, mert lesznek változások, vagy megváltozik a természetem, amiben nem hiszek, vagy pedig el fog menni a munkahelyről. Itt anyagiakról is szó van, és értékekről. Ez lehet belső érték is. Az egerek tudnak segíteni, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a nehézséget, az egerek el tudják ezt a nőt is távolítani, és a hamisságokat is. És akkor ez elmúlik itt a környezetedben, és akkor itt lesznek jó barátságok, rendeződnek a dolgok. És most megnézzük azt, hogy mi várható az egyes hetekben. Első hét december hónapban itt felül látható. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a kártya mindazt jelentheti, ami mozog. Sport, autó, kirándulás, változások, költözködés, de lehet egy férfi is a baráti körből, vagy olyan barátilag közeledik hozzád. A könyvek jelenthetik az ő tudását, de jelenthetik az ő zárkózottságát is. Ami a könyvek még jelenthetnek, a tudás, a továbbképzés. Ami értékes számodra jelentik a halak az értékeket. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat is, és az útban van hozzád. De légy zárkózott, ne beszélj anyagiakról a baráti körben. Arról sem, ha esetleg autót akarsz venni, vagy lesz egy utazás, te is légy titokzatos és zárkózott. Itt lesz szerencse, meg lesz a könnyűség, ami a szerelmi életet illeti, itt valami még ugyan átláthatatlan, de a gólyák jelentik majd a változásokat úgy december közepe körül. Második hét, december hónapban itt látható. Te állsz a középpontban, előtted a hajó jelenti a reményt, de jelenthet külföldi kapcsolatokat is. Ami a szerelmi témákat illeti, itt vannak még kövek, tehát nehézségek, ezek lehetnek félelmek is. De lesz egy szerencsés fordulat, lesz egy jó hír, legyen meg a bizalom, a hit, és ez a kereszt kihat a sors utadra, amikor a sorsutak kereszteződnek, vagy lesznek döntések, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. A nap megvilágítja ezeket a témákat. Persze lehet egy utazás dél irányába. Harmadik hét, december hónapban itt látható. Ez a kígyó jelenti a megújulásokat, vagy a gyógyító erőt is, de lehet egy hölgy is. Itt vannak még problémák, nehézségek, de az egerek segítenek, tehát légy magabiztos, ezzel a kulccsal le tudsz zárni egy bizonyos témát, egy helyzetet, vagy egy kapcsolatot, és egy időben kinyílik itt ez a kapu, tehát a kulccsal ki tudod nyitni ezt a kaput, ez jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket. Lesz egy jó hír, erre is számíthatsz,
Itt a medve meg ez az ostor, ez tulajdonképpen jelenti azt, hogy nincs meg az élet elő, valami fáj, vannak fájdalmas emlékek, de ez inkább a férfit foglalkoztatja, hiszen az ő gondolataiban jelennek meg a kártyák. Utolsó hét, december hónapban itt látható. Folyamodnak az események, itt kitisztul valami. Ő gondol a szerelemre, de itt még vannak nézeteltérések, vagy ő megsértődött, de visszatér hozzád. Itt a horgony jelenti a stabil helyzetet, ahol le tudtok horgonyozni, le tudtok gyökerezni. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is. Te egy vonalban vagy ezzel a kártyával, de ő is ebbe az irányba tekint, tehát nála is lehetnek munkahelyi változások. Itt a gyermekek jelenthetik a gyermekeket, vagy egy új kezdetet. És itt le tudtok gyökerezni. A fa jelentheti az egészségügyi témákat is. Lehet, hogy ezen a területen dolgoztok. Sőt, előfordulhat az is, hogy valaki betegeskedik a családban, de az egerek ezt eltávolítják, és akkor itt van az életerő, tehát jobbulás lesz. A környezetedben még itt látható ez a ravasz róka, tehát kicsit óvatosnak kell lenni, ami a szomszédokat illeti, vagy a családot illeti, mert valaki figyelget benneteket, kíváncsi, nem kell mindent elmondani, inkább gondolj a könyvekre, légy zárkózott, különösen ami az anyagiakat és a jövőt, a terveidet illeti, hiszen itt a jövőben kivirágzik valami, és az egerek segíteni fognak, hiszen eltüntetik az akadályokat, eltüntetik ezt a szemét, ezt a hamis szemét, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, persze szimbolikus jelentése van ennek, tehát segítenek rendezni a dolgokat. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!